Sziasztok! Már nagyon rég volt videó, a karácsonyi vlog volt az utolsó videóm, és okok, nem tudom. Nem volt ötletem, nem volt időm, kedvem, de gondoltam ezt a nyarós vlogot már levideózom, aztán, hogyha lesz belőle valami kirakom, ha nem, nem. Hát de, hogy az zúgást hallotok, akkor az a ventilátor csak. Egyébként most itthon vagyunk, hazajöttünk Németből, és innen indulunk a nyaralni, Törökbe, azon belül pedig Alanyára. Most van 8 óra 55 perc, félkor indulunk a reptérre, 12:20-kor indul a repülőnk, aztán megérkezünk 4 körül, 2 körül, nem 4 körül, 2 körül, onnan tranzittan megyünk a hotelünkhöz, ami 110 perc, szóval 4-kor érünk oda. Aztán pedig gondolom, még lehet lemegyünk fürdeni, aztán nem sokat, nyilván lehet 4-kor érünk oda, úgyhogy és leírunk lesz ott. De valószínűleg még lemegyünk, és igen, nem tudom még mit fogunk csinálni. Egyébként elmondom, hogy bajban voltam a bőrönd választással, kb. 2 hónapja azon stresszelek, hogy milyen bőröndöm legyen, hogy mi az, amiben 20 kiló belefér, hogy mennyi az a 20 kiló. Igen, de végül csak 10 kilós lett a bőröndöm, úgyhogy tapsot nekem. Egyébként ez hozzám képest, ez egy elég kicsi szám. Még én is csodálkoztam, hogy csak ennyi ruhát pakoltam, meg dolgokat, amit itt pakoltam. Úgyhogy beleférek a 20 kilóba simán. Na, már igazán nincs nagyon mit mondjak. Úgyhogy majd repülőtéren találkozunk. Amúgy soha nem repültem még. Kapcsolni. Tetszik? Ez itt a Fekete-tenger. Már mindjárt szállunk le. Szállunk le. Sajnos. Jó volt. Megjöttünk. Megérkeztünk, és most kb. Egy 3-4 órán keresztül kerestük a csomagunkat, mert van itt vagy 6 sor, és nem tudtuk még bemegy. Úgyhogy, de megvan. Úgyhogy most már mindjárt megyünk innen kifelé, aztán megvárjuk a buszt, vagy megkeressük a buszt, és megyünk a hotelhez. Na, sikerült megvárnunk a buszunkat, már mint ezt az embert, aki van a tábla, ami hotelünk, hogy buszosunk táblája. És mindjárt indulunk. 2 órás az út. Most van fél öt. Délután fél öt. Úgyhogy lesz fél hét, mire odaérünk kb. És igen.
Szóval most elkezdtünk meg. Én már bent vagyok a szobában, de mindjárt kintről megmutatom a szobát. Most hozták fel a csomagainkat, és gyönyörű a hotel, de egyszerűen komolyan. Egyszerűen gyönyörű, óriási. Úgyhogy most akkor menjünk kintről, megmutatom. Szóval, bejövünk. Valamiért beindult már rögtön a török tévé, mikor bejöttünk. Itt van egy ablak, vagy mi egy ajtó, ami tükrös az egész. Szembe vele, csak nagyon közel vagyok hozzá is. Itt egy nagy szekrény. Yeah. Aztán itt egy ajtó, amin megyünk, a fürdőszobában található. Itt egy ilyen márvány tusoló. Mellette a ilyen kis szekrény, tükör és a kajló. Itt pedig a WC. Ha a WC-ba kijövünk, itt vannak az ágyaink. Itt van fent egy Marilyn Monroe-s kép. És itt van egy még egy óriási tükör. És ez a szoba. És mindjárt megmutatom a teraszt is, ami szintén gyönyörű a kilátás. És akkor itt van a terasz, itt van két szék, egy asztal. Nagy. És a kilátás. Ez a kilátásunk. Itt van két óriási medence, vagy három, vagy négy. Arra még bent vannak szobák. És gyönyörű a kilátásunk, ahogy megy a nap. És gyönyörű. Ja, igen, amúgy ott van egy ilyen tucavai, ki lehet ülni amúgy, és az ilyen vasvilla, vagy nem tudom milyen villa alakú. Ez itt van a liftnél. Ez nagyon szép. Most ezt facsarázom, és ilyen szép kilátásunk van hozzá. Találtunk cicákat, kis cicákat. Szia! De annak van anyja. És láttam. Ott is van lent. Nézd ott! És tehát megyünk egy ilyen hídon, ahol amúgy ott van hátul a hotelünk. Ilyen nagy. Olyan, mint egy hajó. És itt van egy ilyen híd, és úgy lehet átjutni a tengerhez. És ott vannak a csúszdák, amik most a sötétben nem látszanak, de holnap azokon lecsúszunk. Elindultunk ki a part fele sétálni. És egy ilyen hídon kell végig menni, hogy áttérj a partra. És lejöttünk a lépcsőn, és ott volt egy bácsi egy tevében. És akkor oda hívott minket, így integetett, és gondoltuk csak, és így mutogatja, így simogassuk meg. És megsimogattuk, aztán ráadott valamilyen sapkát a fejünkre, és mondta, hogy üljünk fel rá, hogy csináljunk egy képet. És akkor apa elkezdi, nem? Elkezdte csinálni a képet, és akkor felállott ebbe, és elvitt minket. És elvitt minket a tevébe, és, de mi nem akartuk, hogy elvitt. És amúgy nagyon magas volt a teve, és bevertem a fém, így rápottant, hogy visszacsapódott a faág. És mit csinál? Ja igen, és elvitt, és amúgy megértem, hogy nehogy elvigyen már engem, meg Hannát is, ő is ott volt. És akkor aztán visszahozott, és kérte a pénzt, és mondtam neki, magyaráztam angolul, nem is tudott semmilyen nyelven, csak törökül, de mondtam neki, és csak mondta, hogy 20 euró, és így mutogatta a kezébe, meg így. És majd mondtuk, nekem nincs állunk pénz most, mert a parton nem vittünk magunkat. Vacsorázni jöttünk. Mert csak vacsorázni jöttünk le, aztán meg gondoltuk, lemegyünk a partra sétálni. És akkor mondta, jó, 15 perc múlva jöjjünk vissza, menjünk fel a hotelbe, hozzunk pénzt, és akkor hozzuk vissza. És, mondta, és akkor csak magyaráztam neki, mi csak meg akartuk simogatni. De nem, mondta, hogy nem, 20 euró. És akkor feljöttünk vissza a lépcsőn, nem tudtunk lemenni, mert nem engedett el minket. És
És akkor gondoltuk le, volt egy lift, és gondoltuk ott lemegyünk, ott azt hittük ki tudjuk kerülni. De lementünk, és láttuk, hogy ott kukucskál. Meggondoltam, ott vagyunk. És így nem tudtunk lemenni a partra, úgyhogy most ide jöttünk, és itt ülünk, és... Igen. Most itt vagyunk, ez egy ilyen játékterem itt kint a partnál. Voltunk ott hátul, emögött van egy színpad, és azt hittük lesz valami, de nem. Ma nem, csak megy a zene. Úgyhogy most mindjárt még kimegyünk oda a parthoz, mert még nem jutottunk ki. Most oda fogunk kimenni arra a stégre, ami egy ilyen viking villa alak, mert az a neve a hotelnek, a viking ellen, hogy igen, ott van a hotel, ott van az étterem, meg minden, és átjössz azon a hídon, az aljába a tevés bácsi, ott a híd, itt van a csúszdák, és még egy, mi ez? Még egy medence, itt van a tengerhely, ezek meg itt hagynak, és egyébként sehol nem maradt szomjan, mert ahova mész, ott inni lehet akármit, amit a szem és a száj kíván, akármit, de komolyan mondom, hogy akármerre mész, ihatsz akármit. Minden sarkon, tehát szerintem már a 10. hely, ahol voltunk, ahol lehet inni. Török vízünk. Törökbe. Van ilyen víz, ami úgy lesz, mint egy joghurt. És vízben van lenne, úgyhogy... Ez ilyen valamúgy itt a hotelben, úgyhogy... És lettünk itt, és kipróbáltunk. Volt, most van, szálljon a fél 12, és voltunk bent a... Voltunk kint, ugye ott a bárnám, és mit csináltunk? Ja igen, és ide le tudom rakni, és nem tudom, kell beszéljek, nem kell fogjam. És voltunk ott a bárnál, ott voltak ilyen zenéltek, és most jövünk fel, mert már álmosak vagyunk, reggel naszkokáltunk, és amúgy ekkor szoktam mostanában mindig, de repültünk, vagy minden. Most hannában megkóstoljuk a törökvizet. Milyen, mint egy okul. Azt írja, ez tele van. Azt írja, tavaszi víz. Egyszer kóstoljuk. Hát, hogy írja. Karinta. Egyszer ki? Kösz. Veszed be az egész víz. Ez olyan, mint a csapvíz. Forrásvíz. Fú, és ez szokás. Víz. Kóstolós videó. Ez ízik. Fáj a fejem. Kijöttem a Szergére. Megint el tudtam kinyitni, mint Görögbe, tavaly, vagy Bulgáriába, vagy nem tudom, hol voltunk egyszer. És amúgy itt vagyok. Te ilyen a kilátás. Egyébként ott voltunk lent most. És ott van a zene, és hova rakja a lakteket? Ide, így jó lesz. Szuper, nem jó. Szóval, akkor ez a hotel, hogy én komolyan mondom, hogy ezt egy hét alatt sem fogjuk felfelezni. Most, ahogy jöttünk felfelé, kiderült, hogy van egy olyan lift, ami kint megy konkrétan, tehát átlátszók a liftek, azt tudom. De hogy kint megy, tehát hogy megy kint, hogy kilátsz így a medencére. Tök menő, csak nem látszott videó, mert este van, és világít. Az üvegbe mi látszottunk, és nem a kilátás. És ahogy van itt egy kis fagyizó is itt lent, meg vannak ruhás üzletek bent a hotelben, és óriási nagy az egész hotel, úgyhogy fel kell fedezzük egy hét alatt, hogy itt mi van, mert a kajás része is óriási, és nem tudtuk, hogy mihol van. Inkább megfogom, mert felborult. És nem tudjuk, hogy mihol van, nem tudom, ez hol van, az, szóval 50 féle saláta, majd minden. Nagyon meleg van bent, az ott már ott főzik előtted, meg sütik. Úgy ott ültünk ott lent,
pont annál az asztalnál, akkor ott nincs meg. Úgyhogy, igen. Úgyhogy most már azt hiszem, elköszönök, és ennyi lett volna a videó az első nap, mert hát ennyi volt, szerintem elég hosszú lesz a videó, hogy látom. Úgyhogy mindenkinek csodás éjszakát, napot kívánok, épp milyen időszak van, napszak van, és ezt meg akartam mutatni. Most jut eszembe, hogy ott van a villa. Igen, szóval ennyit szerettem volna, úgyhogy akkor remélem tetszett a videó, és ez lett volna a nyaralós, törökországi nyaralás első része. Köszönöm, hogy megnéztétek! Sziasztok!